a 96. kérdésig jutott, és összesen 2.450.000 forinttal lett gazdagabb Petersen Anna az 500-ban. Az oktatási menedzser ezzel a kvíz műsor mostani évadának eddigi legsikeresebb női versenyzője. Hogy mennyire volt embert próbáló a feladat, arról Petersen Annával beszélgetünk. Voltam. Itt van már Petersen Anna, és egy biztos, hogy az 500 játékossal, de hát hibáztunk, és akkor valljuk be, hibáztunk, nem oktatási menedzser, hanem... Hanem pénzmosás elleni szakember, bár ez nem egy olyan régi fejlemény. Őrület, most egy sorozat jutott hirtelen, de ezt ember úgy képzeljük el a munkáját, mint az Ozarkban, ugye nem? Egyébként oktatás címén nekünk is ajánlották a sorozatot, amikor elkezdtem ezt a munkakört. Na komolyra fordítva szót, gratulálunk a nyereményhez. Van még belőle? Bőven. Bőven tudja? Vagy tudod már, tegeződünk egyébként, megbeszéltük, tudod már, hogy mire fordítod? Megvannak a tervek, még pontosan formálódik, hogy ebből hogyan is lesz valami. Na, Amerikában jártál egyetemre, azt olvastam, sőt, Amerikában éltél 10 évig, és a férjed révén kerültél oda. Igen. És miért jutottak haza? Igazándiból, amikor én végeztem az egyetemen, akkor pont nem volt elég történelem tanárállás egész Kaliforniában, úgyhogy amikor már azon gondolkoztunk, hogy valahol az államokon belül máshová költöznénk, akkor eszünkbe jutott, hogy végül is itt Magyarországon legalább van család, és legalább a kisfiunknak közelebb vannak a nagyszülei. Úgyhogy... Akkor nem volt nehéz rávenni a férjedet. Na, mesélj még a kvízjátékokkal való kapcsolatodról. Nem ez volt az első, nem az 500, ugye? Voltál már korábban. Sok-sok évvel ezelőtt, még mielőtt kiköltöztem az Egyesült Államokba, voltam az M1-en egy akkor futó formátumban, ahol szintén nyertem egy összeget, bár nem annyit, amennyit reméltem, úgyhogy reméljük nem is lesz az 500 az utolsó. Akkor még van terven. Mit szeretsz ezekben, vagy hogy jött neked az ötlet, hogy induljál az 500-on? Látod a hirdetést, vagy már kerested, hogy mikor lesz egy ilyen típusú játék? Már kerestem, hogy mikor lesz valami ilyen. Gyerekkoromban én Vágó István műsorain nőttem fel, a Mindent vagy semmit a Legyen és Milliómoson, szinte minden este néztem ezeket a műsorokat, és már 14-15 éves koromban is nagyon jó arányban tudtam a válaszokat a kérdésekre, úgyhogy abban a pillanatban, hogy betöltöttem a 18. életévemet, és szabadon jelentkezhettem bármi ilyenre, elkezdtem jelentkezni mindenre, ami élt és mozgott. És amikor beválogattak az 500-ba, hogy kezdtél el? Készültél külön erre a játékra? Nem készültél? Nem. Igazándiból én mindig nagyon sokrétűen olvasok, sok mindennek utána járok, hogyha valami eszembe jut, akkor irány az internet, és megkeresem. Uh-huh. Úgyhogy bíztam abban, hogy ami eddig bevált, az most is menni fog. És mi megy a legjobban egyébként? Mi az, amit nagyon... Történelem nyilván, az tudom, hogy történelem szakon végeztél. Igen, a történelem azon belül is inkább a 20. század és az Egyesült Államok történelme, de nagyon érdekel a zene is, nagyon sokrétű a zenei ízlésem, nagyjából a 70-es évek progresszív rockjától a klasszikusokon át a mai zenékig bármit. És egyébként nagyon szeretem a természettudományokat is. Valamikor a pályám csúcsán körülbelül 200 különféle fát tudtam beazonosítani a kaliforniai északi partvidékén. Az igen. Jártad a természetet, vagy könyvekből tanultad meg? Jártunk nagyon sokat. Az egyetemi kampusznak a széle gyakorlatilag belelógott a mamutfenyős esőerdőbe, úgyhogy... Szinte minden óra közben, hogyha volt egy lyukas óram, akkor kiugrottam a fák közé egy kicsit. Na, mesélj még az 500-ról, arról az élményről, hogy milyen volt neked, mi volt neked a legnehezebb például, ezt meg szoktuk kérdezni, mert mindenkinek más ebben a játékban, és azt is mindig elmondjuk, hogy itt nem csak a tudás számít, nem csak a lexikális tudás, fizikálisan is egy megterhelő játék. Mindenképpen a vége felé már kezdett az állóképességem megkopni. És szerintem tényleg az volt, hogy... A vége felé az mit jelent? Tehát, hogy az hány napot forgattatok? Elmondhatjuk, hogy tudják, hogy nézzük, hogy felvételről megy. Igen, és egy nap alatt forgattuk le a három epizódot, így az utolsó epizódon végére már elég rendesen kifogytam a szuszból. Úgyhogy igazándiból szerintem ez volt benne a legnehezebb az, hogy folyamatosan ott állni a stúdióban a kamerák előtt az ellenféllel szemben, és folyamatosan
csúcsra eljárni a gondolkodást. És így koncentrálni. Hát erre tényleg valóban nehéz lehet mondjuk előre készülni. Anna, még egyszer gratulálunk neked, mert sikerült, és akkor azokhoz a bizonyos tervekhez, amik körvonalazódnak, és sok sikert kívánok, mert hogy mire költöd el a pénzt. Köszönjük, hogy jöttél. Nagyon szépen köszönöm. A nézőknek is köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Annát megkérjük, hogy még egy picit maradjon itt, mert hogy én még elbúcsúzom, mert hogy jön az 500 Egonnal, úgyhogy nézzék továbbra is az ATV-t. Holnap este újra várom önöket, viszontlátásra!